Hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm Gyurcsány Zoltán akadémikust, aki elfogadta a meghívásunkat, és tart nekünk egy előadást a sötétről. Igen? Jó. Kívánság szerint. Kívánság szerint. Lehet neutrinok. Igen. Trócsányi Zoltánnal egyébként többen találkozhattatok már, akik itt vannak, azok, akik a CERN-be voltak velünk a CERN-i tanártovágképzésen, hát ismerik Zolit és az előadásait. Annyit hadd mondjak még róla, hogy a CERN-i tanártovágképzésen tartott előadásait azt a résztvevő tanárok mindig nagyon magas pontszámmal szokták honorálni. Általában az élen szokott végezni Zoli az előadásoknak a sorában. Tegnap tudtam meg egy másik dolgot, hogy az élete során folyamatosan egy kísérletet végez. Az élete során folyamatosan egy kísérletet végez, tudnélik, ahogy elmondta, még életében nem volt orvosnál gyógyító szándékkal, tehát olyan értelemben, hogy nem kellett őt meggyógyítani. Nyilván voltak olyan gyanok, hogy oltásokat meg egyeneket azt beadták neki, de még nem volt, és hát ez a kísérlet az úgy szól, hogy ezt olyan meddig lehet folytatni. Úgyhogy parancsoljon. Köszönöm szépen a kedves bevezetőt, és hát elnézést kérek azoktól, akiknek ismétlés van. Az, hogy ide eljöttem Paksra, az a meghívásnak köszönhető természetesen, és köszönöm szépen a meghívást, de azért nem utolsó sorban Pós István barátomnak is köszönhető, akit dolgozik Pakson, együtt végeztük az egyetemet, és nagyon ritkán találkozunk, hát gondoltam, hogy akkor ez egy lehetőség lesz arra, hogy találkozzunk vele, úgyhogy aki megjelent, az ő. És végül is akkor a Világegyetem sötét részéről fog beszélni. Az előadásom diáinak a száma az kétszer annyi, mint amit be fogok mutatni. Mert hogy minden nem fér bele ebbe a 3-4 órába, 1 órába. A dolognak tulajdonképpen a személyes találkozásnak az a lényege, hogy lehet kérdezgetni, úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy inkább arról beszélünk, amit nem mutatok, akkor arra is nyugodtan el lehet kérdezni. Ahogyha felnézünk a Világegyetemre, az égboltra, valahova, hogyha jó sötét helyen nézünk be fel, meg egy jó távcsővel nézünk fel, tehát itt azért nem a szabad szemes megfigyelésre kell gondolni, akkor jellemzően ilyen égi testeket lehet látni, és ezek világítanak, úgy nézzük, hogy fényű anyag, ezeket azért lehet látni, mert világítanak, egyébként pedig minden más sötét a Világegyetemben, és ez a sötét anyag. És hát a sötét anyagban az a baj, hogy nem látni semmit, akkor honnan tudom, hogy van. Ez lehet az első fontos kérdés, hogy honnan, milyen kísérleti tapasztalataink vannak arra nézve, hogy van sötét anyag. És a másik fontos kérdés pedig, ami lehetséges, hogy hát hogyha ennyire sötét, akkor mi lehet ez? Hát ezt a két kérdést szeretném röviden körbejárni a mai délelőtt folyamán. Az első kérdés tehát az, hogy honnan tudom, mert amikor távcsővel nézek, akkor ilyeneket látok jellemzően. Ez egy csillagrendszer, galaxis, idegen szóval, ugyanolyan, mint amit te jutunk, hogyha jó helyen néz fel az ember az égboltra, akkor azért a tejútnak is elég szépen lehet látni az elmosódott sávját. Mondjuk nem a magyar városokba kérdeznek. És erre rá lehet tekinteni az elektromágneses spektrumnak a különböző tartományaiban, mert amit itt látunk, ez ugye a látható tartomány, 400-800 nanométeres hullámhosszú tartománya, de lehet lényegesen hosszabb hullámhosszakon, vagy lényegesen rövidebb hullámhosszakon megnézni ugyanazt az objektumot, ez az Andromeda körnek a képe. Az, amit itt az előbbi dián láttunk, az ez volt a láthatóban, és az infravörösben így néz ki, a rádióban így néz ki, ultravörösben így néz
ki, röntgenben így néz ki. De ez mind elektromágneses ismeretből adódik, és tulajdonképpen ez az, amit jól tudunk vizsgálni, jó eszközeink vannak hozzá, hogy vizsgáljuk őket. Hát a kérdés az, hogy akkor honnan tudjuk, hogy itt, ami volt, amit láttunk a képen, annak a zöme, az nem az volt, amit láttunk, hanem sötét, nem világít volna. Sokkal több van egy-egy galaxisban sötét anyagból, mint világító anyagból. Erre nézve már majdnem 100 évvel ezelőtt voltak az első felismerések, Jan Hort nevéhez fűződik, aki a virjártételt használta arra, hogy a tömegvonzó hatásokat nézze. A virjártétel az ilyen különleges szó, de hát igazából sem más nem jelent, mint az, hogy a mozgási energia kétszerese, az a helyzet energiának a mínusz egyszeresével egyenlő, és akkor a mozgás energiára ugye abból lehet következtetni, hogy mekkora sebességgel mozognak az égitestek, hogyha a tömegét is meg tudom becsülni egy-egy csillagnak, meg a sebességét, akkor tudom a mozgás energiáját, és hogyha ez egy kötött rendszer, akkor ennek teljesülnie kell, és a potenciális energiát az pedig szintén abból lehet megbecsülni, hogy mekkora a tömegük ezeknek a világító égitesteknek, és a Newton törvénynek működnie kell. És kiderül az, hogy a Newton törvényből származó tömegvonzás az nem elegendő ahhoz, hogy olyan nagy sebességgel mozgó csillagok kötött rendszert tudjanak alkotni. Egyszerűen csak szétszaladnának, mint a gázmolekulák, hogyha őket kiengedjük a palacból. Tehát úgy tűnik, hogy sokkal több potenciális energiára van szükség, mint amennyit látni lehet. Magyarul sokkal több tömegnek kell jelen lennie. Ezt a 30-as években fedezte fel Hort, és nem ő volt az egyetlen, aki a közelünkben lévő sebességeket vizsgálta, és akkor tudja megkötni a galaxis, hogyha a fénylőnek legalább háromszorosa a tömeg, amit nem látunk. És hogyha egy kicsit távolabbra nézünk, akkor Zwicky volt az, aki pedig megállapította azt, hogy a csillagképekben ezek szűz és kóma halmazok, ezek galaxis halmazokat jelentenek, tehát ez már nem a mi csillagrendszerünkben van, hanem azon kívül. Ott pedig már sokkal nagyobb, tízszer több a tömegvonzó anyagnak a tömege, mint amennyit a látható anyag alapján várunk. És akkor ezek megrázó számok, de az a helyzet, hogy minél messzebb megyünk, ezek a számok annál megrázóbbá válnak. További bizonyítékot jelentett már a ezredfordulótól, vagy az ezredforduló tájától datálva a Hubble távcsónak a fénykép felvételei, amelyekben a tömegvonzó hatásra a gravitációs lencse hatáson keresztül lehet következtetni. Ott ugye arról van szó, hogy ott van a Föld, van egy nagyon távoli csillagrendszer, és hogyha a Föld és a csillagrendszer között tömeg van, akkor annak a tömegvonzó hatását érzi az a fény, amelyik elindul erről a távoli csillagrendszertől, amely túl van ezen a tömegvonzó objektumon, és akkor annak a fénynek a pályája elhajlik. És egy jellegzetes kép alakul ki, hogyha innen nézem a Földről, akkor olyan, mintha itt is lenne a képe a csillagnak, meg itt is lenne, meg körbe mindenhol. Tehát így a csillagrendszernek szétterül a képe egy körül mentén, és itt látni ilyen vörös foltokat, ezek ugyanannak a csillagrendszernek a foltját, vagy a képét jelenti, a gravitációs lencsehatáson keresztül. A gravitációs lencsézést ez a csillaghalmaz végzi, ami itt van az előtérben, és ez ott van mögötte. Onnan tudjuk, hogy ott van nagyon messze mögötte, hogy ennek a képe vörös. Távolodik tőlünk, minél messzebb van, annál jobban távolodik, ez ugye a Hubble-törvényből következik,
és eltolódik a színképe a vörös irányába, tehát egyszerűen csak vörösnek látszik az a galaxis halmaz. Ebből, hogy mennyire vörös, meg lehet becsülni, hogy milyen messze van, és akkor azt is meg lehet becsülni, hogy milyennek kell lenni annak a tömegnek, amelyik egyszerűen elhajlítja ezt a fényt, amelyik innen érkezik, és hát kiderül, hogy ez a tömeg az sokkal több annál, mint amit itt látni tudunk, mint ami fénylik. Tehát úgy tűnik ezek alapján, a megfigyelések alapján, hogy sokkal több tömeg van a világegyetemben, tömegvonzó anyag, mint amit látunk. Ezek mind eléggé kvalitatív megfigyelések. Lehet ezt sokkal pontosabban, kvantitatívabban is csinálni. Mielőtt arra rátérnénk, még hadd mutassam meg ezt is. Ez két csillagrendszer halmaznak, tehát galaxis halmaznak az ütközését jelenti. Ezek átszaladtak egymáson. És körülveszi őket, ezeket a csillagrendszer halmazokat, por, tehát lényegében olyan anyag, mint ami beülünk, mint amiből mi is felépülünk, hidrogén, hélium elsősorban, és ezek, amikor átszaladnak egymáson, ezek egymással kölcsönhatnak, surlódnak gyakorlatilag, gerjesztik is egymást, és az röntgen űrtávcsővel lehet mérni a helyét annak a anyagnak, amelyik ilyen surlódó és ezért lassan megy át. És a kéket azt nem lehet mérni, az csak egy színezés az alapján, hogy ott is tömegnek kell lennie a gravitációs lencsehatás következtében, az pedig olyan tömeg, amelyik meg már átszaladt simán, nem volt kölcsönhatásban a kettő egymásra. Ez a sötét anyag, amely úgy tűnik, hogy nem olyan erősen kölcsönható, mint a mi anyagunk, mint amit mi is meg. Tehát ugye jöttek, a sötét anyag átment, a világító az leglassabban ment. Az, hogy pontosan mennyiségileg mit lehet mondani a sötét anyagról, például egy galaxisban, az a forgási görbe alapján becsülhető meg, ez Vera Rubin nevéhez fűződik, aki 1928-ban született, és tavaly december 25-én hunyt el. Ő volt az első csillagász hölgy, aki a Palomar Palomar hegyi távcsőhöz eljutott, tehát abba a csillagászati megfigyelőhelyre, és ott szembesült azzal, hogy ez bizony annyira férfias tudomány, hogy női WC nincs. Úgyhogy neki kellett az utat törni, hogy legyen női WC is. Hát azóta azért változott a dolog, és elég sok csillagász hölgy van, például a magyar csillagászatban, különösen a fiatalok között igen kiváló csillagász hölgyek vannak. És ő volt az, aki ennek a nevéhez fűzik a csillaghalmaznak az úgynevezett forgási görbéjének a mérését. Itt a csillag halmaz közepétől, tehát például a tejútrendszer középpontjától mért távolságban a vízszínes tengelyen, kiloparszek, tehát 1000 parszek egységekben, tehát ez 20.000 parszek, 30.000 parszek a távolság. Annyit hozzátennék, hogy a látható, ami ténylegesen, ha feltekintjük az égboltra, az valahol ide korlátozó. És azt csinálta, hogy megnézte, hogy mekkora a keringési sebesség a középpont körül az egyes égitesteknek a középponttól mért távolság függvényében, kilométerben, másodperces egységben. És akkor ezt látjuk, hogy gyakorlatilag állandó a középponti tartománytól eltekintve, ahogy megyünk kifele, ugyanakkora a keringési sebesség, és hát
egy ilyen előadásban matematika nem illik, de azért ez annyira egyszerű lesz, hogy mindjárt következő diát megmutatom azt, hogy a látható anyagból a tömegvonzás alapján egy ilyen jellegű forrásgörbét várnánk, ami határozottan eltér az észlertől, és akkor lehet spekulálni, hogy hát ha már az imént említettem, hogy például a galaxis halmaz por körülveszi, annak milyen lenne a járuléka, annak meglehetősen kicsi járuléka lenne ehhez, ami arra utal, hogy más tömegvonzó anyagnak is kell lennie, méghozzá igen jelentős mennyiségben. Ez az úgynevezett galaxis udvarnak a járuléka, ami itt van, idegen szóval Halo. És akkor ez igazából nagyon egyszerű számolás, mert ugye Newton törvény azt mondja, hogy a tömegvonzás, tehát a G-szer, kisebbszer, nagyjából R négyzet adja meg a centripetális erőt, amely ugye a körpályán tart egy adott égitestet. A nagy M az micsoda? Hát az, hogyha kiszemelünk egy égitestet a középponttól valamilyen távolságra, akkor az az összes tömeg, ami ezen az elsugarú pályán belül van. A kis M az az adott égitestnek a tömege, a V az a érintőleges sebesség, tehát az a forgási sebesség, és akkor mindent tudunk ebben az egyenletben, és tudunk egyszerűsíteni ebben az egyenletben, és ebből ki lehet számítani azt, hogy akkor a V négyzet az hogyan függhet a sugártól, hogyha feltételezzük, hogy mondjuk homogén tömegeloszlás van a csillagrendszerben, akkor a sűrűségszer a bezárt térfogat, az 4/3 R/π, lehet az erről egyszerűsíteni, és akkor ebből az derül ki, hogy a sűrűség az 1/R négyzet szerint kell, hogy változzon. Akkor, hogyha ténylegesen ilyen független a forgási sebesség. Ezzel szemben meg lehet nézni, hogy milyen a tényleges látható anyagnak az eloszlása, az pedig exponenciálisan csökken, és hát ez gondolom mindenki számára jó ismert, az exponenciális az sokkal gyorsabban vág le, mint az egyenletes függvény. Tehát itt egy olyan ellentmondás van, amit csak úgy lehet feloldani, hogyha feltételezem, hogy a láthatón kívül még más nem látható tömegvonzó anyag is van a galaxis rendszeren belül. Ez 50 kiloparszek távolságra kiterjed egy ilyen átlagos galaxisnál, mint a miénk, és ez azt jelenti, hogy a galaxisban a sötét anyag tömege legalább 10-szerese a fénylő anyag tömegének. Tehát már egy galaxison belül is. Így lehet valahogy elképzelni, hogy ez az, amit látunk, amit mutattam az első dián, és maga a tömegvonzó anyag, az pedig így szép van felül a körülötte, és legalább 10-szer annyi, mint a világító. Na most igazából nagyon sok kísérleti bizonyíték van, én részletezni nem fogok túlságosan többet, a legfontosabbra fogok majd kitérni. Azt lehet mondani, hogy minél nagyobb távolságokra tekintek, vagy minél nagyobb méretekben tekintek a világegyetemnek egy részére. Ugye az előbb az valahol itt volt a Dark Halos, tehát ezek a csillagrendszereknek az udvarai, ez a tartomány. Minél messzebb megyek, vagy minél nagyobb távolságra tekintek, annál nagyobb a tömeg per a fénylő tömegnek a hányadosa. És nagyon nagy skálákon, ami ugye azt jelenti, hogy 100 megaparszek, tehát 100 millió parszek, egy parszek az 3,26 fényév, ha ez mond valakinek valamit, hogy mit jelent egy fényév. Szóval ezek olyan távolságok, hogy teljességgel elképzelhetetlen számokra. Igazából már azt is gyakorlatilag nem lehet elképzelni, hogy maga naprendszerünkben milyen méretek vannak. Erre van egy érdekes számítógépes játék a világhálón, hogy induljunk el, és akkor menjünk, és akkor mikor érünk el a Merkurhoz, Vénuszhoz,
óriási távolságok vannak, ami eltörpül, teljességgel eltörpül ezekhez képest. Úgyhogy a világegyetem azért nagy részt üresnek látszik. És hát igen, nagyon nagy skálákon gyakorlatilag az omega, amiről mindjárt kitérek, hogy mi az omega, az úgy néz ki, hogy egy. Ami egy érdekes dolog. Például a szuperhalmazok esetén, de ez a gravitárvonal és a fényanyag tömegének a hányadosa az körülbelül 30, itt meg még sokkal nagyobb, itt körülbelül 1000-szeres. Most a sötét anyag létezésének talán a legfontosabb bizonyítéka az a kozmikus háttérsugárzás. Ez manapság már közismert, hogy a világegyetemet elektromágneses sugárzás tölti ki mindenhol. Ez egy elég pontos feketetest sugárzási spektrum, amelynek meg lehet mondani a hőmérsékletét, 2,73 Kelvin, ugye mérések alapján. És ezt úgy szoktuk értelmezni, hogy valamikor sokkal kisebb és sűrű volt a világegyetem, és tágul az idők folyamán, ahogy tágul a gáz, úgy hűl a gáz, itt a fotonoknak a gáza, és valamikor 3000 kelvines volt, most már csak 3 kelvines a hőmérséklete, és amikor 3000 kelvines volt, akkor viszont nem létezett az az anyagfajta olyan formában, ahogy mi ismerjük, hanem elektromágneses plazma töltött ki mindent, ugyanúgy, mint ahogy a napnak a anyagát elektromágneses plazma töltött ki. És az elektromágneses plazmáról azt tudjuk, hogy az átláthatatlan, a napon túl se tudunk tekinteni. Tehát annál régebbre visszatekinteni, vagy távolabbra visszatekinteni, mint amikor ez még egy forró plazma volt, arra nem tudom, elektromágneses megfigyelő eszközzel. Ez a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, ez akkor tükrözi a világegyetemnek a fényképét, amikor az 379 ezer éves volt, ez azóta nem változott meg lényegesen, és úgy gondoljuk, hogy akkor a világegyetem az teljesen homogén és izotóp anyag eloszlású volt. Tehát a kozmikus háttérsugárzás az mindenhol ugyanakkor a hőmérsékletű, ami azt is jelenti, hogy akkor a fotongáznak a sűrűség is mindenhol ugyanakkor. Amit itt látunk azonban, az melegebb, a sárga melegebb, a kék hidegebb tartományokat jelöl. Ez a fényképfelvétel, ez azért nagyon különleges, mert a hőmérséklet különbség a meleg és a hideg között az mikrokelvin. Néhányszor 10 mikrokelvin. Hát ezt sikerült megmérni, ez egy nagyon nem triviális pontosságú mérés. És azt úgy szoktam jellemezni, hogy képzeljünk el egy 50 méteres medencét, amely sima, a vízfelszín, a simasága jelenti azt, hogy azonos a hőmérséklet a világegyetemben mindenhol. Ettől van picike eltérés, de ez a picike eltérés, ez a milliméteres hullámokkal, hullámok nagyságrendjével vethető össze, annál is kisebb. Tehát annyira sima a világegyetem, de olyan picike hullámokat sikerült megmérni benne. Na hát azért várható, hogy egy ilyen különleges, sem pontos mérés az Nobel-díjat is érdemel, úgyhogy ezt meg is kapta a Kobe kísérletei, fő kísérletei megkapták a Nobel-díjat. Mikor kapták meg? Akkor, amikor megismételték más eszközzel ugyanezt a mérést, és sokkal pontosabban kimérték a háttérsugárzásnak a hőmérséklet eloszlását. Ez volt a
W-nek a mérése, de azóta már van még jobb is, és majd azt is fogom mutatni. Itt egy rövid kitérőt tennék arra, hogy mi az omega, mert említettem, hogy az omega az egyenlő egyel. Bármely csillagrendszer a teljes mechanikai energiája, ami ugye egyrészt az 1/2-szer V négyzet, és a V helyére a Hubble törvény alapján írtam be, hogy az a, ugye a távolság arányos a sebességgel, a távolodási sebességgel, akkor a távolságnak a deriváltja, így szerint a deriváltja az a távolodási sebességet adja, tehát ez egyszerűen a V négyzet akar itt lenni, ez pedig a G-szer a M-szer másik M, és ugye ott per R, mert ugye R köbb lenne a tömegben, per R az R négyzetet ad, ez adja a teljes egyenlő energiát. És akkor naívul, legnaívabbul erre úgy kell gondolni, mint amikor feldobok egy követ, akkor minél nagyobb sebességgel dobom fel, annál messzebb távolodik. Amikor a teljes mechanikai energiája nulla, akkor a végtelenbe távolodik. Ha a teljes mechanikai energia kisebb, mint nulla, akkor visszaesik. Ha nagyobb, mint nulla, akkor nem esik vissza. És a nulla jelenti a határesetet. Ugyanígy lehet tekinteni a világegyetemre is, hogy kezdetben közel volt az anyag egymáshoz, és mintha feldobta volna valaki, mintha egy robbanás történt volna, az viszi szét az anyagot. Az analógia olyan értelemben jó, hogy helyes eredményeket ad, bár maga a fizika az nem teljesen pontos, mert az általános relativitás elméletet kell használni, de a megrázó az, hogy ugyanazokat a képleteket kapjuk, mint a klasszikus fizikai megfontolásból. Nem sok ilyen van a fizikában, amikor a klasszikus fizika pontosan ugyanazt adja, mint a annál korszerű fizika, de vannak ilyen esetek, ugye a másik hasonló eset, ami az előző előadáshoz kapcsolódott, hogy a Rutherford-féle szórást, azt lehet értelmezni klasszikus fizikával, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ott a mikrofizika törvényei, tehát kvantummechanikát kéne használni, és ennek is megrázó következményei voltak a múlt század során. Ahogy mondtam, az ének az előjele fogja azt meghatározni, hogy mikor tágul örökké, mikor tágul és adnak össze, és meg lehet mondani, hogy mekkora az a kritikus sűrűség ebből az egyenletből, amikor ide nullát írok, hogy ez a E egyenlő nulla eset álljon föl. De hogyha itt nulla van, akkor a rót ki lehet fejezni a többi adattal, a többi adatot mindent lehet ismerni, ez az adott objektum, tesztobjektum, legyen ez egy galaxis vagy bármi, annak a tömegétől független, hogyha itt nulla van, tehát lehet egyszerűsíteni. Ez a Hubble állandóval arányos, amit meg lehet mérni, ezt tudjuk mi, tehát mindent tudunk, ki lehet számolni a rót. És az derül ki, hogy ez körülbelül 5 hidrogén atom tömegének felel meg egy köbméterben. Ez az a kritikus sűrűség. Ha ennél kisebb a sűrűség, akkor össze fog omlani a világegyetem. Ha ennél nagyobb a sűrűség, akkor nem fog összeomlani. Tehát ezt a kritikus sűrűséget célszerű sűrűségegységként használni, és ez a szokás, hogy a sűrűségnek az egysége, az legyen a kritikus sűrűség, és az omega ezekben, ebben a mértékegységben adja meg az adott anyagfajtának, vagy akár a teljes világegyetemnek a sűrűségét. Hát ezt az omegát szoktuk használni, például a látható anyagnak az omegája, tehát a sűrűsége a kritikushoz viszonyítva a világegyetemben 3000. A teljes sűrűség az nyilván a különböző anyagfajtának az összege, és ez egyszerűen skalárisan adódik össze, és akkor az derült ki, amit az előző ábrán már mutattam, hogy a teljes omega az egyhez közeli érték. Míg a látható, az csak 3000. Tehát ez azt jelenti, hogy valami más is van odakint.
Omega nyelvén megfogalmazva az előző feltételt, ugye a kritikus az, amikor omega nyelvű egy, hogyha az omega ennél kisebb, akkor örökké tágul, hogyha az omega nagyobb, mint egy, akkor egy darabig tágul, majd összeadjuk. Hát jellemzően az omegát szokták használni a világegyetem jellemzésére, mert ez egy dimenzió nélküli paraméter, amivel sokkal könnyebb számolni. Na most ezt említettem, hogy akkor meg lehet mérni a hőmérsékleti sugárzás hőmérsékletét, meg hogy milyen a hőmérséklet ingadozás. És a kérdés az, hogy akkor ebből a képből, ami egy ilyen kvalitatív kép, hogy lehet mennyiségi következtetéseket levonni, tehát hogy most van melegebb, meg hidegebb, hogyan lehet ezt mennyiségileg jellemezni. Hát úgy lehet jellemezni, hogy megnézem azt, hogy ezeknek a foltoknak a mérete az mekkora, és ebből készítek egy eloszlást. Ugye, ami leggyakoribb, ott lesz az eloszlásnak a csúcsa, ami legkevesebb, például ugye nagyon nagy méretűből kevés van, ott kevés lesz. És ezt a eloszlás nevezik a kozmikus háttérsugárzás hatványspektrumának. Jellemzően azzal szokták meghatározni, hogy milyen a háttérsugárzás, hogy milyen a hatványspektruma. Itt már szabad szemmel is lehet látni, akinek itt van a szemet, hogy egy fokos a látószöge azoknak a foltoknak, amelyekből a legtöbb van. Hát aki nem látja, az versen magára. És az egy fok az itt van, tehát itt van a csúcs, és aztán ez a legnagyobb méret, ugye, amire mondtam, hogy abból kevés van, aztán így néz ki ez a hatványspektrum. Ezek a mérési adatok, amelyeket itt látunk, ezek nem a Kobe, hanem a Duplavébernek a mérési adatai. És amit itt mutatok folytonos vonalat, az pedig egy modellszámításnak az eredmény. És hát azt látjuk, hogy ez a modellszámítás elég szépen leírja a kísérleti adatokat. Nota bene, itt ugye nem lehet tudni, hogy mi van a még kisebb méretű foltoknak a eloszlásával, hogy egyezik a modellszámítás a kísérleti adatokkal. Miért nem lehet igazából tudni? Hát mert nagyon nagy a bizonytalansága, mert nem elég éles, amit látok, finomabb felbontással kell ugyanezt meghatározni. Ebből a célból küldték fel a Planck űrszondát, hogy még finomabban tapogassa le a hőmérséklet ingadozásokat. És akkor azt majd mindjárt mutatom, hogy mi lett az eredménye. A folytonos vonal modellszámítás, amelyben vannak bemenő paraméterek. Nem sok. 6 darab bemenő paraméter van a jelenleg elfogadott kozmológiai standard modellben. Ez a jelenleg elfogadott kozmológiai standard modell, ez, hogy meg tudja jósolni, hogy hol van az első csúcs az omega függvényében. És ez azt jelenti, hogy akkor, ha illesztek erre egy görbét, ezekre a mérési adatokra, abból ki lehet szedni, hogy mennyi lehet az omega. A második csúcsnak a magasságát, az szintén meg lehet egy másik paraméter segítségével mondani, illetve hát akkor a másik paramétert meg lehet illeszteni, hogyha a mérési adatokra illesztek, mert ott a magasság az attól függ, hogy mennyi a barionos anyagnak a sűrűsége a világegyetemben. A barionos anyag az, amit ismerünk jól. Tehát ez azt jelenti, hogy legalábbis egy modellre támaszkodva, amelyben 6 paraméter van, ezeket meg lehet mérni a kozmikus háttérsugárzásnak a hatványspektrumából. Persze sokféle modellt lehet készíteni, de a szép az, hogy a különböző modelleknek különböző a jóslata.
ott a különböző színű görbék azt mutatják, és akkor, hogyha valaki visszaemlékszik az előző ábrára, akkor emlékezhet rá, hogy leginkább ez a zöld olyan, amelyik hasonlít arra, amit láttunk. Ez a úgynevezett lambda, cold dark matter, tehát hideg sötét anyag modell. Van benne egy lambda is, arra majd kitérünk, hogy micsoda. Hogyha ennek a hideg sötét anyag modellnek az elméleti jóslatát illesztem, akkor látom azt, amit az előző ábrán mutattam, és abból lehet levonni a következtetéseket, hogy mekkora az omega, meg az omega B, meg egy néhány más paraméter. Említettem, hogy a Planckot felküldték, és látjuk azt, hogy még sokkal jobb feloldással tudta meghatározni, ez a WMAP, amit először mutattam, ez pedig a Planck-nak a képe ugyanarról a területről. Sokkal jobb a feloldása, ez azt jelenti, hogy azt várhatjuk, hogy a nagy multipol momentum, tehát a kicsi szög méreteknek is a tartományát pontosan ki tudta mérni a Planck. És itt van az eredmény, és akkor jó, hogy megkapasztalat kapni, mert egy ilyen méréssorozatot ilyen pontossággal tud leírni a modell 6 paraméterre. Mindösszesen 6 paraméterre. Most, hogyha valaki erre azt mondja, hogy ez véletlen, hát azért az eléggé merész az én véleményem szerint. Noha, természetesen nem lehet kizárni, hogy esetleg más módon is ne lehetne leírni, de láttuk azt, hogy nincsenek jobb modellek, ennél messze nincsenek jobb modellek. És azért nézzük meg, hogy itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 csúcs, amelyek ráadásul rendkívül különböző méretűek. Tehát ez azt sugallja, hogy hihetünk ebben a hideg-sötét anyag modellben, és ezért aztán az belőle nyerhető 6 paraméternek az értékében is. És ez a 6 paraméter között van, amit mondtam, az omega is, meg a omega B is. Nem az az egyetlen kísérleti adat a világegyetem nagy léptékű szerkezetéről. Például ez a Sloan Digital Sky Survey, ami annyit jelentett, hogy megpróbálták meghatározni, hogy milyen, hol vannak galaxisok a világegyetemben. Mi vagyunk itt a világ közepén, ezt ugye mindenki tudja, és akkor milyen távol, ha nézek, találok egy galaxist, akkor egy ilyen térbeli térképre teszek egy helyet, és több mint fél millió galaxisnak találták meg a helyét, és akkor ez el is indul. A világegyetemben, ahogy néztek messzebb és messzebb, nem a teljes 4 pi térszögbe térképezték fel, hanem ilyen dínye szeletek mentén, ebből 3 is különböző irányban, azért mégis reprezentatív legyen, és akkor, hogy távolodunk a Földtől, amit itt látunk, mint hogy egy űrutazáson vennénk részt, és a galaxisok mellett haladjunk el, így néz ki a világegyetem. Na most ebben az a megrázó, hogyha elég messzire tekintünk, hogy nem tökéletesen homogén az eloszlás, hanem vannak világos foltok, meg vannak sötétebb lyukak benne. Hát olyan szivacsosnak néz ki a világegyetem, nagyon nagy skálákon. És akkor a kérdés az, hogy lehet-e ezt értelmezni abból, amit gondolunk, hogy volt, tehát, hogy valamikor régen egy homogén elektromágneses plazma töltötte ki a világegyetemet, mert ugye erre utal a kozmikus háttérsugárzásnak a homogenitása és izotópiája. Tehát lehet-e ezt a szerkezetet értelmezni valamilyen módon az ismert fizikai törvények alapján? Ha még tovább megyek, akkor az első csillagokat fogom látni, ezek már csillagok, és utána még tovább, ez pedig a kozmikus háttérsugárzásnak a képe. Most már a 380 ezer éves tartományon belül vagyok az ősrobbanástól kezdve. Azon túl már nem láthatok, mert ugye ott
plazma van, és a plazma az átlátszatlan. És akkor modellezni próbálják kutatók, hogy hogyan alakulhatott ki ez a szivacsos szerkezet, és a modellezésnek az egyik módja az, hogy sok tömegpontot feltételezek, a tömegpontok alatt értsünk most csillagokat, az ismert fizikai törvényeket, hát ez a gravitációs kölcsönhatásnak a törvényeit használjuk, és akkor megnézzük, hogyha kezdetben homogén volt, és eltelt 13,5 milliárd év, akkor ha voltak picike hőmérséklet és ebből következő sűrűségingadozások, tehát valahol egy kicsit sűrűbb volt az anyag, valahol egy kicsit ritkább volt, akkor nyilván ahol sűrűbb volt, azon magához fogja vonzani a tömeget, és ahol ritkább volt, onnan meg elmegy a tömeg, hogy ez hosszú időn keresztül, hogyha futtatom, hogyha elérik a világértelem, akkor milyen kép alakul ki. Ez annak a képe. Most, hogyha csak a világító anyagnak megfelelő sűrűséget feltételezem, akkor nem alakul ki 13,5 milliárd év alatt egy ilyen homogén kép, egy ilyen szivacsos kép, hanem majdnem ugyanolyan homogén marad, mint eredetileg volt. Ahhoz, hogy ez kialakuljon, ahhoz még további tömegvonzó anyagra van szükség. Sokkal többre, mint amennyi a láthatóé, és ez a további tömegvonzó anyag, megint csak a sötét anyag, meg lehet a modell szimuláció alapján becsülni, hogy mikor lesz hasonló, mint amit az SSD látott, SDSS látott, és ahhoz bizony tetemes sötét anyagra van szükség. Tehát ez is azt mutatja. És azon kívül pedig még vannak általam nagyárjuknak hívott kísérleti megfigyelések. Ez a CMB, ez a Cosmic Microwave Background, erről beszéltem részletesen, és ugye azt mondtam, hogy ez az omega paraméterekre tud kísérleti adatot szolgáltatni. Hát itt a vízszintes tengelyen, amit látok, omega paraméter, az M indexet jelöli, azaz anyag-szerű sűrűség, és a függőleges tengelyen pedig, innen közelről lehet csak látni jól, ez itt lambdával van jelölve, ez pedig az úgynevezett sötét energiának a értékét jelenti, tehát ezek is bemenő paraméterek abban a bizonyos lambda CDM modellben, és akkor meg lehet az illesztésből, a hatásspektrumra történő illesztésből meg lehet becsülni, hogy ennek mekkora az értéke. A lambda és az M-hez tartozó teljes omega, az annak az összege, az ez az egyes vonal, hát ennél a vonal mentén a kettőnek az összege 1, itt ugye 0 az omega m, 1 a lambda, itt 1 az omega m és 0 a lambda, és ez a kettőnek az összekötő vonala. És a kozmikus háttérsugárzásból azt mondtam, hogy a teljes omegára körülbelül 1 adódik, ami valahol ezen a tartományon lenne. Ezek a sávok, ezek mutatják azt, hogy melyek a legvalószínűbb értékei ezeknek a paramétereknek, és ezek egymástól nem függetlenek, ezért ilyen korrelációt látok, hogy ha ennyi az omega m, akkor annyi az omega lambda, ha ennyi az omega m, akkor annyi kell az omega lambda. A másik két ellipszis-szerű dolog, az SN, illetve BAO nevet kapta, az SN a szupernováknak a távolodása, a távolság függvényében, távolodási sebesség a távolság függvényében, nagyon messze lévő szupernovákra nézték ezt meg, és kiderült, hogy eltérést találtak a Hubble-féle tágulástól. Ezt az eltérést egy sötét energia nevezetű
energiajárulékkal lehet értelmezni. Tehát az elsősorban a sötét energiára lesz érzékeny, hogy az milyen az eltérés a Hubble törvénytől, ezt meg tudom mutatni, de ez csak a tartalék fóliák között szerepel. A másik, a barionos akusztikus oszcilláció, vagy rezgés, ez egy zseniális mérés, de az, hogy mi a lényege, az igényelne vagy 10 percet, hogy elmondjam, úgyhogy ez is csak a tartalékban van benne, mert az idő az már nagyon gyorsan telik. Akit érdekel, annak el tudom mondani. A lényeg az, amit itt látunk ezen a képen, hogy ezek különböző korrelálnak, ezek a paraméterek a különböző mérésekben, és ez a három, ez a meccés pontjában ezt a tartományt jelöli ki. Most az első megrázó dolog az, hogyha van három ilyen ellipszisem, ami azért elég elnyúlt ellipszis, tehát majdnem vonalszerű. És hogy ez a három egy pontban metzi egymást, akkor az azt jelenti, hogy ez a három mérés, ami totál különböző mérés, ezek egymással konzisztensek. Mert ugyanazokban a pontban metszik egymást. Ugye gyakorlatilag azt várnánk, ha véletlenszerű lenne, hogy három különböző helyen haladnak ezek, és nem konzisztensek egymással. Ez ugyanaz az ábra, amit itt látunk, csak át van fordítva, szintén az omega m szerepel a vízszintes tengelyen, de a függőleges tengelyen egy vevény nevezetű dolog, amiről el tudom mondani pontosan, hogy micsoda, de csak a tartalékban, azt látjuk, hogy ennek az értéke mínusz egy, ami azt jelenti, hogy ennek a energiasűrűséghez tartozó valaminek, nem tudjuk, hogy mi az, az állapot egyenlete az nem olyan, mint akár az ideális gázé, akár a fotongázé, hanem egész másmilyen. És akkor összefoglalva tehát nagyon sok különböző féle kísérleti tapasztalat van arra, hogy a világegyetemben minek mennyi az omegája. És az általunk ismert dolog az ez. És hogyha ezeket összeadom, akkor körülbelül 5% jön ki. Ugye van írva, hogy 0,045-46. Ugyanakkor viszont van sötét anyag is, ami gravitáló sötét anyag, aminek a sűrűsége az 0,227, 0,223, tehát 22-23%. És a teljes omega összesen 1, ami azt jelenti, hogy még van más is, aminek viszont az állapot egyenlete totál más, mint amit bármire is ismerek. Ez pedig a sötét energia, ami körülbelül a háromnegyedét tölti ki a világegyetemnek. Na most, amiről itt a továbbiakban még beszélek, hogyha kapok 15 perc türelmet, hogy milyen feltételezések vannak arra nézve, hogy ez a sötét anyag mi lehet, ami tehát szintén anyagi, tehát az állapot egyenlete hasonlít ezekhez, csak éppen fogalmunk nincs, hogy mi az. Erre többféle elképzelés van, hogy mi lehet a sötét anyag, és valószínűleg sok minden hozzá is járul, de azért egy józan fizikus azt szeretné, hogyha minél egyszerűbb lenne, tehát ha ki tudna találni egy dolgot, ami lényeges, sem hozzájárul az ehhez. Én csak röviden felsoroltam azt, hogy mit szoktak a világegyetemben keresni, ezekről nem fogok egy szót se szólni most. Nagyon érdekes megfigyelések, de részecske fizikus lévén az érdekel jobban, hogy lehet-e egy olyan részecskéhez kötni ezt az energiasűrűséget, amely akár fel is fedezhető lenne a laboratóriumban, tehát egy újfajta részecske, ami nem olyan, mint amit eddig ismerünk, tehát nem a standard modellbe illeszkedő részecske, hanem attól teljesen különböző.
ez az, amivel foglalkozunk a laboratóriumban, és hát a jelenlegi legjobb laboratórium erre az a Nagy Hadron Köztető. Tehát ez nem barionos anyag, nem olyan, mint mi vagyunk, és a kölcsönhatása is a barionos anyaggal borzasztó gyenge, mert hogyha erős lenne a kölcsönhatás, a vonzó erő, a taszító erő nagy lenne, akkor már rég észrevettük volna, mert meglökne bennünket, aztán a géppattanánk, hogyha átmegy rajtunk, de semmi ilyet nem tapasztalunk. Tehát az azt jelenti, hogy nagyon gyenge kell, hogy legyen a kölcsönhatás. Ugye ez ahhoz hasonló, mint ahogy a neutrinónak is az anyaggal gyenge a kölcsönhatása. Én abból semmit nem érzek, hogy több százmillió neutrinó átszalad a testemen, még itt az előadás tartom. Ez lehet forró, ami azt jelenti, hogy nagy sebességgel halad, vagy lehet hideg. A forróra egy példa, az imént említett neutrinó lenne, ugye arra teljesül ez, a sebessége az nagy, de kiderül, hogy a neutrinóknak a száma a világegyetemben messze nem elegendő ahhoz, hogy ezt a 22%-ot fedezni tudja. A hideg, a másik lehetőség, az viszont arra nincsen standard modell, részesség standard modelljével jelöltünk, tehát ez gyengén hat kölcsön, és nagy a tömege, amiatt, hogy nagy a tömege, azért lomha, azért mozog lassan. A WIMP a Bece neve, ami ugye egy gyáva alakot jelent az angolban, gyáva alak, mert nem nagyon mutatkozik meg. Viszont ez lenne a részecske fizikusok kedvence, mert ezért lehetne Nobel-díjat kapni, hogyha ezt sikerülne megtalálni. És hát persze mindig van, aki azt mondja, hogy ebből az egészből semmi nem igaz, hanem például a gravitációs kölcsönhatás az a naprendszerben jól működik, azt tudjuk, de hát sokkal nagyobb skálákon biztos egész másképp működik. Ezek egymással versengő dolgok, de azért azt tudom mondani, hogy a gravitáció nagy skálán módosul, azzal például a forgási görbét ragyogóan le lehet írni, amit mondtam. Vannak ilyen MOND elméletek, módosított Newton Dynamics, tehát módosított Newton dinamika. A forgási görbét tökéletesen le lehet vele írni, de például a kozmikus háttérsugárzás megfigyeléseiről semmit nem tud mondani. Ugyanúgy jelent meg például a Magyar Szerzőktől mű a 2016 folyamán, amely a szupernovákra vonatkozó megfigyelést másképpen is tudja értelmezni, de az megint csak nem mond semmit a barionos akusztikus oszcillációról, vagy a kozmikus háttérsugárzásról. Tehát akárhogy is nézzük, a leginkább élő modell, amelyik azt tudnám mondani, hogy mindent megmagyaráz, az mégiscsak az, hogy van valamilyen általán nem ismert részecske a világegyetemben. Nagyon sok más javaslat is van, ezt csak kicsit hagyom nézegetni. Sok, tehát a fantáziába sok minden belefér, de nincs rá időm, hogy ezekről beszéljek. A WIMP-ről arról azért egy kicsit szólnék, ugye van egy gyorsítónk, az LHC, Nagy Hadron Köztető, ugye felhasználja azt a hiegyenlő MC négyzet, tehát hogyha sok energiát kis térrészre sűrítek, akkor nagy tömegű részecskét elő tudok állítani. Így készült a Higgs bozon, meg így készül minden más nagy tömegű elemi részecske a LHC-nál, és akkor ezek a keletkező részecskék, ezek jellemzően bomlékonyak, méghozzá rögtön ott a közepén elbomlanak, például a Higgs részecske is rögtön ott elbomlik, amit a detektor észlel, az olyan, mint a közönséges anyag, proton, neutron, pion, esetleg kaon, müon, elektron, amelyekkel vagy a hétköznapokban találkozunk, vagy a laboratóriumban egyszerű körülmények között találkozunk.
Tehát a fénysebesség egymással szemben adó protonok ütköznek az LHC-ben, és az ilyen ütközésekben van arra reményünk, hogy új részecskét állítsunk. Ez a gyorsítós előállítás, standard modellbeli részecskék, két darab protonnak az alkotó elemei, mondjuk két kvark ütköznek, vagy egy kvark és egy antikvark ütközik, és akkor előállhat standard modellbeli részecske, illetve előállhat párban az újfajta részecske. Ez a WIMP pár lenne. Nem csak ez a lehetőség van persze, hanem lehet közvetlenül is az, hogy egy WIMP szóródik egy atommagon. Valahol az anyagban, ahol van atommag, akár a Föld felszínén, akár a mélyben. A mélyet azért szeretjük, mert a mélyben másfajta, a mélyben másfajta sugárzás nem nagyon jut. Legfeljebb csak a neutrinók, tehát háttérsugárzáson nincsen. Ki lehet küszöbölni a hátteret. Mi a jel? A jel az lesz, hogy ugye jön a WIMP, szóródik rugalmasan az atommagot, de a WIMP-et én nem fogom észlelni. Csak azt látom, hogy egy atommag egy darabig üldögél békésen, aztán egyszer csak odébülötték. Minden látható nyom nélkül. De azért nincs látható nyomon, mert így mélyen a Föld alatt már más részecske nem jut oda, amelyik meg tudná lökni. Neutrino. A neutrinónak az atommaggal lehet kölcsönhatása, csak hogy a neutrinónál az a baj, nagyon kicsi a tömege. Úgyhogy nagyon picit fog lökni az atommagon. A WIMP-nek nagy a tömege, az meglöki rendesen. Tehát a WIMP-nek jellemzően úgy gondoljuk, hogy az atommag tömegével összemérhető, vagy annál akár jóval nehezebb is. Tehát ugye nem mindegy, hogy egy kamion ölt meg egy embert, vagy egy labdával dobod meg. Hát labdával megdobod, egy picit azért bubrik, de csak azért megcsípte. A kamion az el fogja őt rendesen lőni. És lehet közvetve is úgy, hogy WIMP-WIMP kölcsönhatás van valahol a világegyetemben, véletlenül találkoznak, és akkor történik egy szétsugárzás, ahhoz hasonlóan, mint egy elektron-pozitron szétsugárzás, standard modell részecskében, WIMP-WIMP kölcsönhatásból is lehet szétsugárzás standard modell részecskére. Mi lenne a jel, hogy a világűrben egyszer csak megjelenik egy részecske-antirészecske pár, ami standard modellben. Hát mondjuk ezt a legnehezebb talán észlelni, bár erre is van mérés, ez az AMS kísérlet, hogyha ezt valaki hallotta, és az AMS kísérletnek ambiciózus a főnöke, úgyhogy ő mindig lát jelet. Már egyébként Nobel-díjat már kapott korábban. Másért. Az, hogy az LHC-n mi történik, tehát kvark-antikvark ütközésben mutatnék arra egy példát, nem kell megérteni, hogy mit látunk részleteiben, csak az, hogy mi a keresésnek a módja. A keresés módja az lenne, hogy ha feltételezem, hogy kvark-antikvark ütközésben keletkezik valamilyen részecske, amiből az WIMP-antivimp pár előáll, azt ugye nem fogom látni, mert a detektorral nem fog kölcsönhatni. Illetve előáll rendes standard modellbeli részecske, amelyik pedig hadronokká alakul, és hadronzápor jetet készít. És akkor a jellemző jel az, hogy van a detektorban egy irányba mozgó jet, és hát hiányzik az ellenoldali lendület, azt nem látom, meg az ahhoz tartozó energia, ezt úgy nevezik, hogy hiányzó transzverzális energia. Tehát a hiányzó transzverzális energia van a vízszintes tengelyen, és a függőleges tengelyen pedig a monojeteknek a gyakorisága van feltüntetve. Alatta pedig a színes sávok, azok azt mutatják, hogy ez nem csak ilyen folyamatban lehetséges, hanem szokásos standard modellbeli folyamatban számba kell venni, hogy lehet különböző standard modellbeli folyamat. Mindegyiknek meg tudom becsülni a járulékát, mert nagyon jól ismerem a standard modellt. Pontos mennyiségi becslést tudok adni.
ezeket szépen egymásra adogatom, összeadogatom, és hát a végeredmény ez, hogy a mérési adatok és a standard modellbeli jóslat tökéletesen egyezik. Mi lenne a felfedezés? A felfedezés az lenne, hogy nem egyezik a kettő egymással, tehát a mérési adatok és ez a sávos rész, ez elválik egymástól, mondjuk itt lenne egy ilyen kis húk. Akkor meg tudnám mondani, hogy itt ezen a tömegnél volt egy pár. Ez ugyanaz a játék, csak nem jettel, hanem úgynevezett monovektor bozonnal, tehát vektor bozon keletkezik a Wimp pár mellett. Hát itt sincsen erre semmilyen erre utaló jel, úgyhogy egyelőre negatív mindenféle keresés. De azt lehet mondani, hogy semmi kétség az én szememben a sötét anyag létezéséhez, mert ugye nagyon sokféle különböző kísérleti megfigyelés van, amely mind erre utal. A sötét anyag valószínűleg sokféle összetevőből áll, de azt tudjuk, hogy a többsége az más, mint ami bennünket felépít. A LHC beli remény az, hogy a sötétre anyagra utaló jelet találni lehet, de a jelenlegi állás az, hogy eddig nem sikerült találni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen, professzor úr! Valamennyi időnk még van, mondjuk egy jó percünk van még kérdésekre, ha valaki kérdezni szeretne. Éva! Nem tartozik szorosan, de ez nem kérdése szerettem volna. Semmi gond. Holosman után, megkeresem a sőzőt, akiket olyan modell kísérletet végeztek, amilyen sötét energia nélkül évvel a végzett, amit ők elvezetett, hogy nem Erre utaltam, pontosan erre utaltam. Tehát, jó, akkor jól éreztem. Pontosan erre utaltam, és erről van szó. Erről a cikkről van szó. Oké. Okay. Na most, ez egy nagyon szép munka. De azt tudom mondani, hogy amit ők csináltak, az mindösszesen az, hogy ezen az ábrán, amit itt mutattam, azt mondták, hogy ezt vegyük innen le, mert lehet másképpen értelmezni. Nem kell hozzá omega lambda. Más modellben is értelmezni tudja. Oké? Okay. Nagyon szép, nagyon jó, remek. Csak azt kérem akkor tőlük, hogy ezt is ugyanazzal a modellel, meg ezt is ugyanazzal a modellel legyenek szívesek értelmezni, és hogyha ezt megteszik, akkor ők egy ténylegesen olyan modellt tettek le az asztalra, ami a másiknak vetítása lehet. Amíg csak ezt az egyet tudják értelmezni, addig... Köszönjük szépen! További kérdés. Dani? Nemrég publikáltak egy cikket arra vonatkozólag, hogy sikerült rástérelmeti módszerrel, ha jól emlékszem ezzel, az axiom tömeget megbecsülni. Elméletileg a kacsanyi. Így van. Azért, és az is elméletileg egy jelölt. Így van. Csak ez a tömeg nagyon kicsi, és hogy akkor azt hogy lehetne kimérni ebben a modellben? Itt a VIP-nél láttunk, hogy meglöki az atommagot, meg ezt a sajnoságokat lehet látni, de egy axion, az hogy lehet jelöltje ilyen értelemben? Hogy lehet kimérni, hogy az-e a jelölt? Tehát, ez nem tudom először. Tehát, ezt az ábrát. Jaj, miért itt volt? Talán ezen is rajta van az axion, itt van az axion. Hát erről beszélünk, hogy nem Wimpről, Wimp adja a sötét anyagot, hanem az axiont, és az, nézzük meg a ugye a Wimp az a gigaelektronvoltos tartományban van a tömege, az axionnak meg a mikroelektronvoltos tartományban van a tömege. Nem tudom, hogy hogyan lehet az axiont kimérni, ha most
amellett, hogy egyébként magát a munkát nagyon nagyra értékelem, most ha rossz májú megjegyzést akarnék tenni, akkor azt mondanám, hogy az egy biztos fogás olyan helyre tenni jóslatot, amit közeljövőben nem fognak megtalálni, mert akkor fog szaporodni a hivatkozások száma sokáig, anélkül, hogy elvetnék a dolgot. De ez tényleg csak egy rossz májú megjegyzés volt, maga a munka nagyon szép, de azt, hogy hogyan keresik az axiomokat, azt nem tudom. Tehát abban nem vagyok járatos. Köszönjük. További kérdés. A nincs én nekem kettő van. Az egyik az, hogy ugye az omegát, azt a kritikus sűrűséghez való viszonyításban határoztuk meg. És ez viszont a gravitációs hatáson keresztül, tehát a gravitációs egyenletnek keresztül csináltuk. Most az omega lambda, az viszont éppen egy ilyen, hogy mondjam, antigravitáló dolgot kellene, mert az ugye szétviszi ezen a dolgokat, akkor az egy negatív ilyen értelemben. Tehát ugye a ρc-hez nem lehet hozzáadni azt az omega lambdát, mert az akkor még inkább gravitálna. Tehát más szóval megfogalmazva, hogyan kell értelmezni azt, hogy a világegyetem anyagának a 70%-a a sötét energia, amikor ahhoz nem tudunk tömeget rendelni, mert az nem gravitál, hanem éppen szétvisz. Tehát milyen értelemben az anyagnak a 70%-a az? Tehát mondok egy választ, ami rövid válasz lesz, és nem lesz kielégítő. Nincs arra lehetőségem, hogy hosszan elmondjam, de azért valamit mégiscsak fogok tudni mondani. Ugye ebből a megfigyelésből származik ez a sötét energia, ez az, amit a másképp értelmeznek, nem sötét energiával értelmeznek, de ugye mondtam, hogy nem csak ez oldal, hanem például a kozmikus háttérsugárzás is. Az, hogy eltér az egyenestől a távoli szupernováknak a vörös eltolódás és úgynevezett distance modulus, tehát távolságból összefüggése. És ezt ugye a sötét energiával értelmezzük. Hadd tegyem hozzá, hogy azt hangsúlyoztam, hogy a kozmikus háttérsugárzás hatványspektrumát leíró lambda CDM modellben 6 paraméter van, ezek között egy a sötét energiának a járuléka a lambdához, tehát az omega lambda. És hogy a sötét energia az hogyan kellene értelmezni? Az állapot egyenlet az úgy szól, hogy a nyomás az arányos az energia sűrűséggel. Gondoljunk bele, a nyomás az newton per négyzetméter. Számlálót nevezőt megszorzom méterrel, akkor newton méter szer köbméter, a newton méter az joule per köbméter, az van a jobb oldalon. Tehát ez triviális, hogy a kettőnek arányosnak kell lenni egymással. És az ideális gáz esetén ez így is van, hát ott ugye a másik oldalra szoktuk vinni, tehát a 3-2-re emlékszünk, de hogyha ezt átviszik a másik oldalra, akkor 2-3, ugye ott az energia az 3-2-t pészerkászolt él, de hogyha átviszik a másik oldalra, akkor 2-3. Hát ez az állapot egyenlet, amit mi jól ismerünk, akár a középiskolában is ez felmerül. Ettől egy kicsit különbözik a relativisztikus ideális gáznak az állapot egyenlete, de ott is nyilván az van, hogy nyomás arányos az energia sűrűséggel, mert ezt diktálja a dimenzió, csak ott az omegának az értéke nem 2/3, hanem 1/3. Szabadsági fogoknak a száma más, ahogy tetszik. Na most a sötét energia esetében a ρ az pozitív, hát gravitál. Tehát gravitál, viszont a omega
az negatív. Azt mutattam az omegát a másik ábrán, hogyha átfordítom az egyiket a másikra, hogy az omega mínusz egy érték körül van. És az azt jelenti, hogy van neki egy negatív nyomása, ami fújja föl. És az erősebb, mint a gravitáló. Mint az összes többi gravitációs összehúzás, az már erősebb. Meg a saját nyelv. Igen. Jó. A másik kérdésem az pedig, hogy a sötét fotonnal kapcsolatosan. Hát ugye ez Debrecenhez is fűződik. Húha! Itt lehet megint rossz májú leszek. Nem szívesen, mert szurkolok egyébként, hogy Debrecenbe jöjjön egy Nobel-díj. Nyilvánvaló, hogy Nobel-díjas felfedezés, hogy valaki felfedezi a sötét fotont. De nekem vannak fenntartásaim az adatkiértékeléssel kapcsolatban. Tudnélék, ugye itt mutattam arra példát, hogy jellemzően az szokott történni, hogy van egy mérés, meg van egy hozzátartozó modell szimuláció. Monte Carlo szimulációk ezek jellemzően, ami ugye kockadobásra alapul, az ismert fizikai törvények alapján szimulálom, hogy milyen lehet az én hátterem. Most ezeknek a modell szimulációknak természetesen van valamekkora bizonytalanság. Itt a bizonytalanság ezekben a kísérletekben már viszonylag kicsi, mert ezek a Monte Carlo modellek, amelyeket itt használnak, ezt 25 éven keresztül fejlesztették, és a legkorszerűbbeket használják, de még itt se elhanyagolható. Itt ugyan nincs feltüntetve az ábrán, de ez egy logaritmikus ábra, úgyhogy itt egy 10-20%-os eltérés nem fog látszani. Na most az ő ábrájukon nem logaritmikus a függőleges tenger, hanem lineáris, és nincs feltüntetve a Monte Carlo szimulációnak a bizonytalansága. Ráadásul azt meg tudom, hogy a Monte Carlo szimulációhoz használt program az 25 éves. Ez nem a Giant 3, ez nem. Ez egy program, amit megkaptak valakitől a hollandoktól 25 évvel ezelőtt, és azóta semmi fejlesztés nem történt rajta. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez nem jó, ezzel csak azt akarom mondani, hogy ezt azért tisztességesebben meg kéne nézni, hogy vajon jó-e. És ez van. Egyébként ettől függetlenül nincs kizárva, hogy felfedezték a sötét fotont. A gond a kísérlettel az, hogy sose lesz elegendően konklúzív, mert ugye egy részecske felfedezéséhez igazából az a jó, hogyha rezonanciával látom. Azt pedig például az adott esetben, ugye miről van szó, elektron-pozitron szétsugárzásnak a végállapotát, párkertésnek a végállapotát nézik. Hát ezt úgy lehet a legegyszerűbben teljes biztonsággal ellenőrizni, hogy elektron-pozitron ütköztetést csinálok, annak a sötét fotonnak megfelelő tömegközéponti energián, és akkor abban a spektrumban egy határozott gerjesztési csúcsot látunk. Elvileg ez egy borzasztó egyszerű dolog, a kísérleti megvalósítása azért nem annyira, mert itt a sötét fotonnak a tömege az néhány millió elektron volt, és azon az energián elvégezni a elektron-pozitron ütköztetést, arra igazából nincs felkészülve a világon senki, hogy ezt a zsebéből ki tudná húzni. A legjobban erre a Jefferson labba vannak felkészülve, és tudomásom szerint tervezik, hogy megcsinálják a mérést. Ők el fogják dönteni biztosra, és a baj az, hogy ha ők döntik el biztosra, akkor ki fogja a Nobel-díjat kapni, hogyha tényleg megosztom. Jó, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És akkor köszönöm szépen. Megyünk, mert vége a dolgozatunknak.